Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött Nagybata Jonatán Imre. Ez az Imré klubja, Bedő Imré közgazdásztal, a Férfiak klubja alapítójával, és Boros Imre közgazdásztal. Üdvözlöm Önöket a műsorban. Üdvözlöm, és üdvözlöm a nézőket. Jó reggelt kívánok! 87 éves korában meghalt Jacob Rothschild, a Rothschild család egyik leghíresebb tagja Nagy-Britanniában, és hát úgy írtak róla, mint aki a nagybritanniai kulturális és kereskedelmi életet mennyire felpesdítette. A mai adásban nem Jacob Rothschildról lesz szó, ő csupán egy nagyobb egésznek a része. Ugye a Rothschild család az úgy terjedt el lényegében, hogy az első Rothschild szétküldte a fiait Londonba, Bécsbe, Frankfurtba, stb. Viszont a második világháború úgy látszott, hogy megakasztotta a Rothschildoknak ezt a hatalmi körét, hiszen most már nem beszélünk olyan sokat a Rothschildokról, a top 1000 leggazdagabb ember között sincs Rothschild a felmérések szerint. Önök hogy látják, a mai napig befolyásosak a Rothschildok, vagy már kikoptak mind a gazdasági, mind a köztudatból? Hát az a helyzet, ugye, hogy olyan értelemben, mint ahogy korábban sokat beszéltek róla, ma már kevesebbet beszélnek róla. De vannak családok, meg vannak mondjuk tevékenységi körök, egyebek, amik még akkor is túlélnek az időket, ha esetleg az illető család már kikopott a világtörténelmben, mert mit tudom én, kevés utód, stb. Ugye a Rothschild család nagyon emblematikus több szempontból. Németországból indultak. Egyébként Németországot nagyon alaposan szemügyre kell venni, mert mindenki azt hiszi, hogy ez a úgynevezett modern világ ügyei azok Angliában egy nagy francot. Igazándiból Németországból ágaztak ki, és a Rothschild család egy emblematikus család volt az ügyben. Ugye a hesseni választófejedelemnek volt valamelyik Rothschild a kasznárja, a pénzkezelő embere, akik hát szép pénzeket csináltak akkori amerikai háborús viszonyokhoz, szalagon szállították a német katona embereket, és hát jó pénzeket lehetett azért venni, és így jutott is, maradt is el alapján, jutott a választófejedelemnek, ebből jutott a Rothschild családnak, és a többi az már ismert, ugye, hogy széttelepedtek aztán minden lényeges pénzügyi, minden helyre, ahol valami történik, például a kereskedés folyik, oda kitelepedtek, és bankot alapítottak, és hálózatot hoztak létre. Na, ebben lehet megjelölni őt, tehát most, hogy tulajdonképp a családfő az élők sorába eltávozott, az nem jelenti, hogy ez a szellem, meg ez a rendszer, ez elmúlt volna, hanem ez működik tovább. Hát majd beszélünk róla, hogy pillanatilag milyen eredménnyel és szerintünk milyen kilátásokkal. Tulajdonképpen ugye ezek a régi családok, ezek alkalmazkodnak a különféle korokhoz. És vannak olyan időszakok, amikor a háttérbe vonulnak, hogy ne legyen annyi szó róluk, és vannak, amikor előtérbe kerülnek. Attól függ, hogy hogyan, mit követel az általuk megjelölt haza, ugye, tehát vagy mi az ő hazájuk, ugye nyilván, hogy lélekben, tevékenységben mire gondolnak, és annak alávetve mit kell alkalmazni. Na most úgy tűnik, nagyon érdekes az, hogy nem látszik az elmúlt 20-50 évben, nem annyira nyilvános az ő tevékenység, tehát nem kötődik konkrétan semmi az ő nevükhöz, és mégis, amikor meghal, utólag, visszatekintve nagyon-nagyon nagy nevű államfők, nem tudom, volt miniszterek, multinacionális cégvezérek méltatják az ő hatalmas személyes és pénzügyi teljesítményeiket, holott az addig nem volt annyira nyilvános, tehát valakik számára nyilvános ez, valakik tudják, hogy ők milyen befolyással vannak, de az bizonyos szint fölött van, és milyen érdekes, hogy a halotti beszél és a méltatásból visszafele tudunk képet kapni, például ebből az elmúlt 40-50 évből, vagy néha vannak olyan kiszólások pont az ő részéről egyébként, amikor ő a Bilderberg csoportnak az egyik ugye ülésén, ezelőtt egy 20 év körüli, tehát 10 évvel, 20 évvel ezelőtt, nem tudom pontosan melyik évben, de nagyjából ebben az időszakban
megköszönte az újságíróknak, akik a Bilderberg csoportnak a üléseire járnak. Ugye ez is egy olyasmi, mint a világgazdasági fórum most, csak ez sokkal nyilvánosabb, az sokkal zártabb, ahol államfők, óriás cégek vezérigazgatói és befolyásos színészek, és tehát akik a világot ugye mozgatni tudják, azok gyűlnek össze ugyanúgy a világ dolgait átbeszélni, a segítendő... Tegyük a... hozzá a nyugati világét. És a befolyásukat, hogy merre akarják ők elvinni ezt, de ezt nagyon titkosan csinálják, csak az léphet be, akit ők meghívtak. Tehát ez mindig egy ilyen titkos történet volt, hogy ki az, aki meghívást nyert a Bilderberg csoportnak az ülésére. Na most, hogy ott, ugye, amit kiszivárgott nyilvánosság vált beszédében, megköszönte az újságíróknak azt, a Rothschild család feje, hogy 40 évig oda jártak, és 40 évig nem szivárogtattak ki semmit az ő terveikből, azt ők nagyon szépen köszönik, mert így nem sikerült volna azt a sok-sok változtatást a világban eszközölni, amit ők azóta nekik sikerült. És itt már megint az van, hogy olyan sok mindent tudtak megcsinálni, hogy utána már ki tudnak lépni a fényre. Például ez egy ilyen, hogy ő maga már kint tud lépni. Egy másik nagyon érdekes jelenség az, hogy tényleg nem hallunk így mi róluk olyan sok mindent. Konkrétan történne dolg, de ezek mások nevében, tehát hogy ki van a háttérben, azt nyilvánvalóan sejthetjük, de ők ilyenkor nem kell mindig előtérbe lenni. Viszont keringenek olyan videók a világhálón, ahol azt mutatják, hogy például a 80-as évek óta hogyan vannak beépülve Kínába. Hogy ez nagyon érdekes kérdés. Amúgy meg Franciaország. Hát csak így elnézést, hogy megszakítlak, hát a francia elnök gyakorlatilag az ő neveltjük. Rothschild bankár kitűnő mű. Macron kiképzett befektetési bankár. Ez a bankári kasznak a felső rétege. Úgyhogy... Igen, de hogy a kínai kommunista érába, most is kommunizmus van, de amikor sokkal erősebb volt, akkor is hogyan volt az, hogy ők a kínai televízióban meg tudtak jelenni, a kínai televízióban adtak interjúkat, és a kínai elnökök és nem tudom, fővezérek nyilatkoztak arról, hogy ők szövetségre lépnek, hogy ők mindenféle együttműködésben vannak, ugye ilyen erőkkel, mert egyfajta erőként vannak ők definiálva, és az egész egy ilyen megfoghatatlan dolog lesz, hogy vajon ők akkor most kicsodák, meg személyesen vannak befolyással, vagy egy nagy háttérbirodalomnak az irányítása által vannak befolyással, vagy mi, de az látszik, hogy hihetetlen befolyással vannak, és ezt gondolom, hogy ezt örökíteni is tudják, mert ezek a családok ahhoz azt megtanulták, hogy hogyan kell a következő, az utánpótlás nevelés, ugye, meg és családon belül is, tehát biztos van egy vezető réteg, akiket a saját maguk helyére tesznek, és van a Macron-féle nevelteknek a hálózata, akikkel ők közös hálózatban vannak. Tehát ez egy olyan érdekes játék, ami nekünk erről a szintről, ahonnan mi a béka perspektívából, mi csak ezt összerakni próbáljuk a valóságot, de azért most már elég jól kezd összeállni ez a kép. Ugye a Rothschildok kapcsán leginkább az Egyesült Királyság jött képbe, hiszen a Rothschildokat kvázi kizavarták Németországból egyes híresztelések szerint Adolf Hitler után, hiszen ugye egy zsidó családról van szó. Az Egyesült Királyság bukásával és az egész gyarmatbirodalmának a bukásával igazából a Rothschildok is elkezdtek hanyatlani már, mint így a médiában, a közbeszédben. És akkor itt merül fel az a kérdés, hogy hogyan hanyatlanik egy-egy pénzügyi dinasztia egyetlen, hogyha ők hanyatlanak, akkor igazából csak annyit jelent, hogy elmennek a háttérbe, és ugyanúgy van hatalmuk, csak már nem szeretnék azt megmutatni, ez a kérdés első fele. A második fele pedig az, hogy ugye a Rothschildokat a második világháború végéhez kötik, hogy akkortól kezdődik hanyatlani a hatalmuk. Akkor azt jelenti, hogy igazából a háborúk nem is tesznek jót. Ugye van az az előfeltételezés, hogy a háború jót tesz a pénzügyi köröknek, akkor a háború igazából nem is tesz jót? Vegyes, ugye ezek között is van, aki nagyon hosszú távra, úgymond szerencsés, vannak, akik meg megbuknak. Hát mondanám a Fuggereket. Fuggerek akkor átbuktak, mint a sütőlapát, ugye azon az egyszerű mohóságokon, hogy annak idején a bucsú cédulákat, ugye ez egy nagyon... hogy mondjam, penetráns dolog volt, amikor a bűnbánatot meg lehetett venni pénzé, ebbe forgalmaztak. Addig hát Európában a Medíciek voltak ott, az észak-itáliai területen, az északabbra pedig a Fuggerek, tehát Magyarországon is a kezük nyomát nagyon ott lehet találni. Az, hogy Mohács meg egyéb az ő kezük valószínűleg
iszonyú mértékben bent volt, de ezt nem tárja fel a történet, tudom, az ilyesmi nem érdekli őket. Aztán buktak egy hatalmasat. Tehát nem mindenki él itt. Állítólag létezik a család még, de egyáltalán befolyás a hír az. Mások meg, mint például a Rothschildok, nem mondhatnám a Warburgokat is, ugye? Hát csak egy dolgot elmondanék, hogy a Warburgok, az hamburgi család, több mindenre például jobban ott volt a kezük, mint a Rothschildoknak. Tehát a Fed Reserve egyik alapítója, többen voltak testvérek, az egyik Warburg volt. A másik Warburg, na és akkor most kapaszkodjon az asztal szélébe, bent ült a harmadik birodalom Reichsbankjának az igazgatóságába, és ott igazgatta, ő csak egy tag volt, bocsánatot kérek, mert Heymann Schacht volt a nagyhatalmú és elég jelentős igazgató, egy gyönyörű pénzügyi modell dolgoztak ki, nem működött volna nélkül, tehát amikor a harmadik birodalmat úgy veszegetjük, akkor azért egy-két dolg. Manapság, hogy mondjam, a Warburgokat, a Warburg bankkal üzletelgetett a jelenlegi német kancellár, ugye, mert Hamburgban volt ő kancellár, és ott is a helyi pénzügyek, hát az egy helyi cég, viszonylag kis bank, ott valami részvény, mutyi, meg adóvisszaigénylés és történet volt, mint egy 40 millió euró értékben, amit ugye a bank visszaigényelt, és most a kancellár urat ezért forgatják a parázs fölött egy iciri-picirit. Ugye, de hát a Warburgok is mindenhol ott voltak, ad abszurdum, ugye a Fed Reserve alapításában csúcs. Tehát ezek ilyen családok, de van még egy pár Kunlő, meg egyebek. Hát általában ezeket szokták úgy mondani, aztán senki nem tudja ellenőrizni, hogy a Fed Reserve rendszer tulajdonosi köre lényegében ezekből a 6-8 családból adódik. Lényegében már nekik nem számít az, hogy ők előtérbe legyenek. Tehát sőt, inkább jobb, ha körülöttük egy olyan mitológia alakul ki, amit végső soron összeesküvés elméletnek lehet titulálni. Tehát nem kell nekik a fronton lenni. Amikor erre a BlackRock, meg Vanguard, meg erre a rendszerre gondolunk, ahol olyan óriás befektető társaságok vannak, amik a fél világot birtokolják, de néhány van, tehát hogy minden nagy élelmiszeripari cégben, energetikai cégben, szállítmányozási cégben, vegyipari, gyógyszeripari, bank, mindenben ugyanazok látható tulajdonosi kör az egyfajta cég, ami, és egy másik cég, és egy harmadik, amik egymásban is tulajdon szereznek, és tehát a Vanguard és a BlackRock és ezek a 3-4 nagy cég, azok egymásból is tulajdonosok, és hogy ott mögötte ki van, az már, tehát ők nem akarnak, már ők túl vannak azon a fajta narcizmuson, hogy ők személyesen, sőt, ugye azt tudják, hogy ezt a fajta tőke koncentrációt, amit most csináltak, ez a teljes nép dühét magával fogja rántani. Tehát olyan hihetetlen sok embernek a dühe irányulna feléjük, hogy akár pszichésen is meg tudnának rokkanni, ha csak a levegőbe van az, hogy mennyien gyűlölik. Tehát ahhoz, hogy ők az egészségüket is meg tudják védeni, ahhoz nekik érdemes hogy háttérbe vonulni, hogy nem érdekes, hogy a nevem fusson, mindenhová föl legyen írva. A hatalom az sokkal fontosabb, és nekem egyetemista voltam, amikor beszéltem már akkor ilyen milliárdosokkal, a 90-es évek elejéről van szó, akkor ilyen gyorsan gazdagodtak, és akkor valamelyik azt mondta nekem, hogy figyelj, és ez picike a magyar milliárdosról van szó, tehát ehhez képest azt mondta, hogy egy idő múlva nem tudsz, nem tudsz, hogy több ingatlanod legyen, mert nem tudsz már elmenni mindegyikben, minek? Nem tudsz nagyobb kastélyba lakni, mert nem tudod bejárni az összes szobáját. Nem tudsz többet és jobbat enni, lehetetlen. Nem tudsz több és jobb autót, nem tudsz több és jobb utazást, nyaralást, mert bárhová, egy idő múlva nem lesz érdekes semmi, csak a hatalom. Így van. Hát a hatalom is fogyasztható. Diktálok, befolyással élvezeti vagyok. Élvezeti cég. Hát elnézést. Élvezeti cég. Hát egy mákony, egyfajta kábítószer. Most akkor Imre, amit te elmondtál, akkor precizírozzuk, hova jutottunk, mert ez nagyon fontos. Igen, említetted, hogy iszonyú vagyontömeg van koncentrálva ezekben a mindenféle BlackRock, meg mitől, WhiteRock, meg egyre attól van egy halommal. Ezek egymással is nagy haverságban vannak. Honnét? Hát onnét, hogy a magánbank, aminek az alapításában az idézett család is vélhetően bent volt,
Warburgok, azok gyakorlatilag a saját tulajdonosi körüknek, amik ők, ugye, hát ellenőrizetlen módon nyomta ki a pénzt. Hát ma is a Egyesült Államok nevére vett központi bank, mert nevükre vették az Egyesült Államok központi bankja, hát a könyvei nem nyilvánosak. Hát ugye a 2008-as válság körül az amerikai kongresszusban döngették a képviselők meg a szenátorok egy része legalább, aki nem volt ebbe beavatva, hogy akkor könyveket megvizsgálj, ha még csak az kéne. Nagyjából ez ugye visszaidézve, Fekete János tő is azt mondta egyszer, a pénzügyminiszter írt egy Hetény István egy szép levelet, hogy ő szeretne beletekinteni a deviza műveletekbe, mert a Nemzeti Bank volt akkor minden, ugye. És erre oda írt neki, na még csak az kéne. Ugye, nagyon érdekes, hogy értsék a nagyon egyszerű összefüggést, mint ugye, tehát elszakították az aranyfedezettől ugye a pénzt azért, hogy teljesen szabadon tudjanak pénzt kibocsátani, anélkül, hogy bármi ellenőrzés lenne fölötte. El is inflálták, tehát ma már olyan mértékűleg semmit nem ér a dollár, hogy csak a fegyverek meg a mögötte levő hit meg azt tartja össze, hogy olyan sok van kint, hogy senki sem akarja, hogy összedőljön, de ha netán valami banánhéjon megcsúszik, ugye, mert a másik alapszabály az, hogy az összes gazdasági folyamatot a nagy bankárok és a nagy állami vezetők azt mind-mind ellenőrzésük alatt tartják. Általában nem a nagy problémákon szokott elbukni, hanem egy banánhéjon szokott elbukni, ez is összedőlni minden, mert a banánhéjét nem tudják sehogy se ellenőrzésük alá tartani. És visszatérve erre, tehát egy teljesen semmit nem érő dollárt hoztak létre, de miért? Azért, mert hogyha ők úgy hozzák létre a dollárt, hogy egy monitoron, azt felírják egy monitorra elektronikusan, hogy 1000 milliárd dollár. Vagy felírják, hogy 500 milliárd dollár. Annyi nullát írnak, amit akarnak. Utána ezt jóvá írják a kereskedelmi bankoknál, többek között a saját bankjaiknál, és nekik megjelennek a monitoron egyiknél 100, másiknál 50, másiknál 200, másiknál 45 milliárd dollár. Egyrészt ugye ezt ők kiadják a cégeknek hitelbe, azoknak is jóvá írják a monitorján, de tőlük elvárják, hogy igazi pénzt keressenek, mert a piacon ők igazi pénzt be kell visszaadják ezt, ami ők fiktíve létrehoztak, de ez még csak hagyján, hanem ez a sok fiktív pénz, amit létrehoztak, annak javarészét egyből ők elmennek, és ezzel a dollárral megvásárolnak mondjuk, amikor most Észak-Afrikát kipucolták egy néhány évvel ezelőtt az arab tavasz néven, akkor ott nem az volt, hogy hát összerombolnak gazdaságokat, és akkor nem az, hogy szállodaláncokat vesznek, hanem megveszik azt összeomlóba levő bankot, amelyiknek több száz szállodalánca van, amelyiknek több száz ingatlan portfólió. Tehát egyszerre vesznek meg mindent ebből a lufi pénzből, mert náluk ők jóváig is kimennek és megveszik. És miután kataszterben, miután a földhivatalban, a világ összes földhivatalában magukra iratják ezeket a cégeket, vagy magukra iratják ezeket a részvényeket, amelyik a tőzsdéken bevásárolnak, a lufi pénzből iratják magukra, utána már mindegy, ugye, most már össze is dőlhet, és itt van a pénzcserének a lényeg, hogy az elinflált dollárt, ha nem lenne annyira kockázatos, és annyira sok érdek nem tartaná egybe, hogy a semmit is egybe tartsák, csak hogy ne veszítsen olyan sok ember, akkor ők már régen el is engedhetik ezt a dolgot, mert a nevükre van írva. Hát ilyen értelemben, hogy ezeknek a befektető cégeknek meg mindennek. Van egy kis prüccök az élibe. Te is közgazdász vagy én is. Előre bocsátom, hogy alig mentem át könyvitelből, mert könyvelni nem tudtam, gimnazista voltam, egy-ketted volt a dolgozatom, és az elméleti tétel az ötös lett, professzor úr azt mondta, ezt összeadjuk, osztjuk kettővel, hármas megfelel, új professzor, ide gyorsan beírni, de éppen az idézett Nemzeti Bankban tanultam meg, hogy ennek eszkiméletlen lehet jelentősége van a kettős könyvitelnek. Mi történt itt a dollárról? Elvált az asset és a liability, a forrás és az eszköz oldal. Mégpedig úgy, hogy a forrás oldalon ugye ott van a ész nélkül kibocsátott mennyiségű pénz, ezzel iszonyú eszközállományt szereztek mindenhol, most már, ahogy mondtad, le van anyakönyvezve, le van szögezve százas szöggelnek, azaz övék, és akkor most vagyunk ott, a balhé meg, az Egyesült Államoké, mert a Fed Reserve rendszer egyben az Egyesült Államok központi bankja is. Tehát a vagyon, amit szereztek ezzel a lufi pénzzel, az az övék,
A vagyonnal kapcsolatos kötelezettségek az pedig az Egyesült Államokra, hogy ezt már Trump is felfedezte, mert ugye ő, hát nagy valószínűséggel elnök, bár ne zárjuk ki még, hogy valami mocskosságot elkövetnek ellene, de nagy valószínűséggel úgy áll a csillagok állás, hogy elnök lesz. Tehát ő érzi ezt a dolgot, hogy esetleg ráburul az egész. Na most ugye itt az a kérdés, hogy a végén lesz-e egyfajta, hogy mondjam, hogy szokták ezt mondani, tetemre hívás mondjuk, hogy na gyerekek, oké, ti vagytok 12 bankocska, Fed Reserve, ti vagy Maszek, hát először is kik a tulajdonosok, tulajdonképpen nem is nagyon érdekel engem, hanem mint jogi személyek, bankok, számoljatok el azokkal a teremtett pénzekkel, amiket ti teremtek, hogy hum vannak. Magyarán szólva, és akkor kimondom a kulcsszót, ha nem teszitek, akkor én ráteszem a ti eszközállományotokra a kezemet, mert... Fedezetként. Fedezetként arra tartozásra, amit viszont a nyakamba lódítottatok. Na jó, az elméleti modell, tehát hangsúlyozom, a Bogár Laci barátos, hát ezt nem lehet, nem lehet. Hát mondom, Laci, elméletben mindent lehet. Hát elméletben igen. Hogy gyakorlatban Kennedy, megvalósul az... Kennedy is próbálkozott. Na jó, hát a Kennedy még gyakorlatilag... elméletből nem a helyzet is lehet. Akkor még kispályás volt, igen. De ezt ő pontosan ismerte, és előbb járt a szája, mint a keze szegénykémnek, fiatal ember volt, ugye, meg tele volt jó indulattal, meg úgy mondanám, tudással is, csak néha az ember tudása saját magát többet árt, mint amit használni tud, ő így járt. De ez egy modell, mert különben valóban itt van, hogy amikor borul a rendszer, akkor ott fog állni az Egyesült Államok egy halom éhes szájjal, akik azt mondják, hát a világban ugye, hát nagyjából az a jóslat, vagy az a nincs process statisztika, de az eddig kibocsátott dollár tömegnek 40-60%-a outside the USA, tehát az Egyesült Államok kívül van. Az mind valahol az Egyesült Államok, ezek pedig több 10 000 milliárd dollár. Most, amikor az hazalátogatna, hát azt mondanám, Egyesült Államok, azért mind valami jószágot kéne, vagy lehetne venni, akkor az Egyesült Államokban nem maradna, úgy járna, mint amikor a T-34-es tank neki ment a Trabantnak, mi maradt abból? Porsche. Ugye, hát gyakorlatilag mókás, de valahol ez a helyzet. Igen, ketté vágták a... Ez a sok-sok dollár ott van szanaszél a világban, és senkinek ülnek rajta, tehát ezek halmokban vannak, elásra vannak, bankokban vannak, kell készpénzben vannak, ugyanis az Egyesült Államok törvényei szerint semmilyen, bármikor kibocsátott, ez 1800x-ben kibocsátott dollár is örökre élni fog, nincs ilyen, hogy visszavon meg, nem? Mert ugye ez a bizalom, ami mögötte van, és semmit nem ér, inkább az a fajta vágy élteti, hogy ha ott van nekem, az a sok nehogy összeomoljon, viszont azt még egyszer milyen érdekes leszögezni, hogy ezeknek a háttéremberek teljesen mindegy, hogy összeomlik, összedől, hogy az emberek elszegényednek, a 1 000 000 dollár lesz egy kenyér, és semmit nem fog érni a milliárdosok pénze sem, mert már az ő nevükön van, hát ezeken a cégeken keresztül nyilvánvalóan, majdnem minden. Beleértem, mondjuk azért vessük fel egy picit az ukrán történetet is, mert annak idején, amikor elkezdődött az ukrán ugye, háború, akkor nekem nem Kijevben, hanem mindegy, eszembe fog jutni, van egy nagyon jó ukrán barátom, aki véres szájjal mondta, Harkovban. És azt mondja, hogy hát próbáltam az elején is elmondani, hogy figyelj, ez nem a ti háborútok, hanem az Egyesült Államok belehajszolt titeket, de mire ti kijöztök ebből, addigra egy csomó emberetek meg fog halni, egy csomó emberetek el fog menekülni, és mindent a segítség fejében mindent megvesznek. Tehát úgy adnak segítséget, ez megvolt már a görög, megvan az olasz, megvan a többi, az Európai Unió, és azt mondta a görög ország, figyelj, nem kell visszafizetned, adunk neked kölcsön, de el kell adnod a kikötőidet, el kell adnod az energiaszféle, el kell adnod a bankszférádat, és akkor söprik kifele. Na most ugye ilyen értelemben már mindent megvettek, lényegében az amerikaiak, kicsi-kis mértékben a kínaiak, az európaiak próbálkoznak valami morzsákat vásárolni, de amire ezek meghal egy csomó emberük, egy csomó ember elmenekült, tehát takarítottak területet,
azt fölvásárolták, és a nem ukrán gabona van már, hanem amerikai gabona, persze, ugye? Tehát nem ukrán mezőgazdaság, hanem amerikai mezőgazdaság, és ilyen értelemben ez is az ő nevükre kerül. Tehát a minden nagy nemzetközi ilyen cégek termékei ezek. Igen, csak most tudom, hogy én nem szeretem oda címezni mindig a jenkiknek, mert ők végül is egy rendes, jó kis. Igen, és nem amerikai, hanem a háttérembereknek a mocskolódása. Mint ahogy ugye a spanyolok sem hódítottak, a portugálok sem, a spanyolok és a portugálok kapáltak, kaszáltak, egyik napról a másikra jöttek, hanem elment 10 hajó, és bizonyos körök kifosztották, mondjuk Dél-Amerikát, bizonyos körök kifosztották, nem az angolok fosztották ki ugye Indiát meg, hanem bizonyos körök kifosztották, de az angolok azok azt tudták, hogy hány óra van, mert nem volt tévé, rádió, kapáltak és szülték a gyerekeket. Az angolokról ugye ott volt az első magánkész, nagyméretű magánpénzkibocsátás, a Bank of England ebben a jegyben született, hogy a részvényesei azok gyakorlatilag magán, mai ismeretlen magántulajdonosok. Bár az első jegybank az ugye Svédországba keletkezett, ott még legalább a svéd parlamentarizmusnak volt ráhatása az ottani jegybankra, annak is megvolt a célja, az adósságkezelés jegybank, az oroszoktól ugye féltek, össze kellett a pénzt is fogni, nem lehetett az uralkodóra bízni az egészet, elég gyorsan kialakult a monarchia, ahol a király hát tulajdonképpen csak visel egy koronát, a többit megintézik. Angliában viszont ez a bank elindította ezt a játékot, ők finanszírozták. Hát nézd meg, amikor 1694-ben megcsinálják a jegybankot, mint a vihar mindent megszereznek. Pár éven belül lenyújják Skóciát, addig ez egy önálló állam volt. Átruccanak Észak-Amerikába, szorítják ki a franciákat, a hollandokat, a spanyolokat, söpörnek ki mindenkit, majd beruccanak Indiába. Ugyanez zajlik. Ugye, mert az a tervük nekik, hogy ezzel a rengeteg pénzzel meg kéne roppantani Oroszországot, mint egy diót, és ki kéne belőle szivattyúzni a maradékot, ami ott van, sok van. Az egy nagyon komoly dolog. Ne maradékról beszélj. Bocsánat, újra fogalmazok. A föld energia és élelmiszer csak rá Oroszország. Az igazi diót föl kell zabálni. Na most a világ legnagyobb dióját föl kell zabálni. Ugye, na most ugye ezt úgy gondolták ők, hogy például az Ukrajna területén ők belecsalogatják az amerikaiak, ugye ezek a körök belecsalogatják Oroszországot egy ilyen háborúba, és ha elég fegyvert küldenek oda, majd az ukránok testén keresztül ezt a feltörést meg tudják csinálni, vagy Putyin destabilizálni tudják. De ha ezt nem, akkor nekik nem érdekük, de az a félelmetes, hogy egyáltalán nem érdekük nekik most ezt abba hagyni, mert azt mondják, hogy ha már fárasztottuk, menjünk tovább, és ennek kapcsán megszereztük Ukrajnát, akkor ha rá meggyőzik Nyugat-Európát, hogy ők is a konchoz jutnak. És egy valamit tegyél hozzá, és nem az ő költségükön. És Nyugat-Európát meggyőzik, hogy azért finanszírozza, mert ő is a konchoz hozzá fog férni, a lengyeleket meggyőzték, hogy a konchoz hozzá, ha netán sikerül megroppantani, ezért érdemes tovább vinni ezt a háborút. Ugye az Egyesült Államoknak ez azért érdeke, mert Európában történik, Nyugat-Európa meg azt gondolja, hogy hát ha Ukrajna területén nem sikerült ezt megvívni, és ezt ki kell terjeszteni a NATO-ra, akkor az Kelet-Európa területén kell megvívni. Ők se akarják, hogy az ő területükig ez eljusson, de ha Kelet-Európa területén kell tovább vívni ezt a háborút, ahogyébelnek lehetséges, hogy egyszer valamikor feltörik az orosz pajzsot, és akkor be tudnak menni, nem baj, ha nem, mert akközben innen is el kell menekülni, innen is meghal egy csomó ember, és ezt is föl tudják mind vásárolni, minden olcsó lesz. Tehát értjük ennek az ördögi háttértervét, hogy mi sehogy se ülünk az íróasztalnak a fiókos oldalán, tehát a fiókos oldalán valaki más ül, és most ez a játék zajlik. Tehát, hogy értsük ezt, és ennek idén el fog dőlni, hogy ez merre fele fog elmenni, mert az elnökválasztás Amerikában. Tehát idén ez el fog dőlni, de ilyen kemény, ez milyen érdekes ez, nem? Hogy akárhogy van, nekik ők mindig a nyerő oldalon vannak. Tulajdonképp az, hogy ők a nyerő oldalon vannak, egyrészt annak a pénznek köszönhető, aminek a belső értékhez már semmi köze, viszont a belső értéket képviselő anyagot, amit úgy hívnak, hogy arany, tulajdonképp már magukhoz szólították. Mert ha azt nézem, hogy annak idején tényleg volt, az aranysztenderd, egyébként mellesleg, az aranysztenderdet a németek találták föl.
a nagy nyugatnak, mínusz németek, ugye, ők csak akartak a nyugat vezető hatalma lenni, mindig kaptak egy nagy tockot. Nagy tockot kaptak mindig. Igazándiból ők találták ki az aranyalapú pénzt. És akkor gyorsan fölzárkózott mindenki, és a 19. század utolsó harmadában arany lett mindenhol a pénz fedezett. Na most ezt ugye a jenkik egy laza mozdulattal immár a 40 éve azt a, hogy mondjam, fügefa levelet is elvették. 50. Hát 70. Ja, igaz, 50 éve. Elvették a fügefa levelet is, kérem szépen, hogy majd akkor adunk 35 dollár, de azért ez még ott áll fenyegetésként, tehát a világon is van felelősség, hogy jó, felfüggesztettétek, de hát akkor mi van helyette? Mert, hát ugye, ha azt mondom, hogy itt a vagyon, az adósság meg itt van, tehát az Egyesült Államokkal szembeni követelés, tulajdonképp nem az Egyesült Államokkal szemben, a Fed Reserve-vel szembeni követelés, meg itt van a mi kezünkben, akkor davaj, ahogy a ruszkik szokták mondani, emlékeztek a PPS géppisztolyt, hogy hívták felétek. Davaj gitár. Davaj gitárnak. Öreg anyám mindig azt mondta, hogy adod a jött Iván a davaj gitárra. Így fogtad, de oda kellett adnod mindent. Hát mese nem volt, nem lett, mert elkezdett gitározni. Ilyen cseresznyomok köpködő, gyors tüzelések. Na mindegy, a lényeg az, hogy egyszer majd, egy szép napon, ha a világ összefog, vagy egy része összefog, akkor azt mondja, hogy gyerekek, akkor ezek a papírok itten tulajdonképp mondjuk lópapíron túl nem nagyon érnek. De van azoknak fedezete, amit ti fölfüggesztettetek. Akkor hogy áll ez a kérdés? Na de ezt a kérdést eddig föl sem érték tenni. Na most, milyen erő állt szem? Akkor az Egyesült Államok fegyveres ereje állt velük szembe, ugye? Az Egyesült Államok hadserege pedig a világ magánpénzhatalom hadserege. Nyilvánvalóan ki a fene bántotta az Egyesült Államokat, mikor? Minek kell nekik 8-900 milliárd dollárt évente a seregre rákötni? Oké. De hát ez már azért relatíve nem olyan oké, mint volt. Akkor ez a kérdés lehet, hogy föltehető. Na most itt nagyon fontos lesz, hogy a kínaiak ehhez a dologhoz hogy szólnak hozzá, mert nekik van elég sok papírt szedniük ebből. De rákötök egy kicsit a kínai dologra is. Egyrésztről ugye az Egyesült Államok az elmúlt 20 évben nagyjából, azelőtt is, de azért az utóbbi 20 évben egészen biztos, hogy nagyjából 1000, tehát 900 és 1000 milliárd dollár körüli deficitet halmozott föl. Tehát azt jelenti, minden évtizedben 900 kötőjel 1000 milliárd dollárnyi finanszírozást lényegileg Kínától és Indiától kapott. Tehát azok ugye az ő hitelezői embertelen ugye mennyiségű Japán is ugye nagyon komoly. És most, hogy zajlik ez a fajta pólusváltás, vagy ugye, mert itt egy nagy csata zajlik. Az egyik csata az, hogy egy multipoláris világ jöjjön létre, tehát hogy most az oroszok, a törökök, a dél-amerikaiak, az afrikaiak és nem tudom, más ázsiai csoportok is bejelentkeztek, a kínaiakról nem is beszélve, hogy azért most már mindenki részesedni akar ebből, mert unják az, hogy egy valaki mindig a világ ura, és az mindenkit kifoszt, ugye? Tehát ez a multipolarizációs törekvés, ez most nagyon előjött, hogy még egyszer ne forduljon elő 100 évre, mert ugye 100 évente váltják ezt a világ, ugye ilyen vezető nemzetállamot, úgy mondta, bár Egyesült Államok nem nevezhető nemzetállamnak, de mégis. Tehát ez van egy ilyen, ugye a multipolarizáció, van egy olyan törekvés, hogy egy világ, egy nemzetállamok fölötti világállam jöjjön létre. Ezt úgy akarják ugye megcsinálni, hogy annyi és annyi válságot hoznak létre, például a Világgazdasági Fórumnak az egyik nagy, ugye visszatérő, agymosó programja, hogy ezt a sok-sok válságot, amit ők mesterségesen hoznak létre, ezt meg tudnák oldani a politikusok, ha ők tudnának beszélgetni, de hát ugye azért nem tudnak beszélgetni, mert be van kötve a kezük és be van fogva a szájuk, de rájuk van kenve, hogy ők nem tudják megoldani, tehát föléjük majd kell egy, de hogyha huzamosabb ideig tudják ezt a válságot válságra halmozni, akkor az embereket meg tudják győzni ezzel a folyamatos válság propagandával és válság generálással, hogy a nemzetállamok kormányzati összefogásának a hiányába kell ez a világállam. És emellett zajlik ez a BRICS nevű történet, ugye, ami a kínai vezetésű, most már nem is orosz vezetésű, és annak a terjeszkedése, ami az én elméletem szerint
Kínának egy próbálkozása arra, hogy még egyszer jöjjön létre egyfajta unipoláris rendszer, ami, ugye, amit ő vezet majd, hogy ne egyből jöjjön a világállam, hanem még 100 évet hátra kapnak ők, mert akkor az egy másfajta rendszer tudnak az alatt fölépíteni. És ebben a Rothschildoknak, hogyha ők 80-as évek óta már, meg ki tudja, hogy mióta is, és folyamatosan ott voltak egy olyan országban, ahol elméletileg a vad kommunizmus időszakában ezekkel a nagyon durva kapitalistákkal még csak szóba se lehetett volna állni, de mégis, akkor elkezdhetünk gondolkozni, hogy vajon kinek milyen befolyása van erre, de hál' Istennek ez a csata zajlik, és hál' Istennek nincs ez eldőlve, és hál' Istennek még sok minden történhet, mert látszik, hogy nem, nincs nyugvópont. Tegyünk be egy új szempontot, ugye nagyon sokat beszélünk a pénzről, és nem lehet eleget, de azért mégis egy kicsit beszélünk másról is. Az alapvető primér javak elérhetőségére. Itt is, hogy gyakorlatilag a világ a főhatalom kezéből egy csomó dolog kicsúszott. Mert mik a primér javak? A energiahordozók és az élelmiszer, így durván ez a kettő. Energiahordozókban, vagy atomenergia, gáz, kőolaj nagyjából, élelmiszeripar, élelmiszerből búza, kukorica, kisebb mértékben rizs is. Na most ezek fölötti fizikai rendelkezés nagyon-nagyon fontos. Na és akkor megint van egy olyan, hogy a pipába röpül az oroszok lasztia, mert nagyon jól állnak ebbe a dologba. Azért is ment Ukrajnára rámenet, mert Ukrajna megszerzése tulajdonilag, meg is szerezték Ukrajna területét tulajdonilag, az valamelyest ezt a hiátust, hogy tudnélék a fizikai elérhető javak fölött is rendelkeznek, mert tőzsdén ők kereskedik, adnak, vesznek, lopnak, cserélnek. Na de itt vannak az oroszok, hát képzeld el, ahelyett, hogy most 50 millió tonna gabonát vennének évente Kanadában az Egyesült Államokban, annyit visznek a piacra. Tehát nem egy kosárban van cseresznyi a piacra, hanem kettő, ez drágán adja, ez meg olcsóbban, csak összeveszünk, nem? Vagy meg akarjuk szerezni a másik cseresznyi és kertét is. Tehát itt egyébként még a kínaiakkal szemben is komoly pozíciójuk van az oroszoknak, mert a kínaiak mind a kettőbe gyengék. Gyengék a izébe, az energiahordozókba, és nem túl erősek az élelmiszeriparban. Tehát rá vannak utalva az oroszokra. De most már demográfiában is hanyatlani kezdtek. Hát nem, plusz abban se olyan vastagok most már hanyatlak. Tehát itt nagyon bonyolult alakulásokra leszünk figyelmesek, és akkor a hazai dologra. Tehát, hát miután mi kicsik vagyunk, kicsike az egér, minden lukba belefér, tehát gyakorlatilag hatolni kell azokon a réseken, és ezt úgy látom azért csinálgatjuk, ami adódik. Mert mindig adódik lehetőség, és hát gyakorlatilag föl kell magunkat tornászni, mondjuk azt, hogy a világ szinten, láthatósági szintre. Ez is nagyjából úgy bekövetkezett, ugye? Tehát pillanatilag velünk azért nagyjából mindenki szóba áll. Még a nyugat is, mi szívesen szóba állunk vele, főként, hogy adják ide a pénzünket. Igen, de nem akarom elvinni teljesen más irányba, de ha már eszembe jutott, akkor ez összefüggés. De nem, én még jobban kitérek, azért mondom, na, mert ugye, hogy miért nincs Magyarországon erős, normális, a nemzetet valamilyen módon, egy nemzeti minimumot is elérő ellenzék. Ugye azért nincsen... Tradicionálisan baloldalnak szoktuk mondani, de ezt most már felejtsük. Igen, mert nem igaz, hogy nem találnának ezek a külföldi erők, ugye, mert az mai ellenzék az a külföldi erőknek a bástyái. És ők nem igaz, hogy nem találnának karizmatikus, okos, tennivágyú embert ennek az elejére, hanem inkább nem akarnak soha, mert ő nekik olyan emberre van szükségük, hogyha netán valamilyen banánhéjon elcsúszik a mostani kormány, ha ez lesz, az lesz, akkor is olyan ember kell a másik oldalon, aki abszolút semmihez nem ért, akinek diktálni lehet majd, hogy mit csináljunk. Ez egy Annalena Baerbock például. Igen, akinek azt mondják, hogy fia, legyél nyugodtan miniszterelnök, legyél nyugodtan miniszter, ilyen volt már Magyarországon is, mert mi majd adunk neked államtitkárokat, mi majd adunk neked főszervezetőt, mi majd megírjuk a szakmai szöveget, mi majd megírjuk a törvényjavaslatokat is.
parlamentnál csak ugye nyilván olyan kormányzaton, akkor csak el kell fogadja, és mindenki egy báb tud lenni. És ebben van nagy különbség, hogy most van egy olyan vezetés, ahol van saját stratégiája, és a minden lukba belebúj, ugye típusú dolgot valaki csinálja. Minden lukba belefér. És bele is fér. De az, ugye, és ezt ügyesen lehet csinálni, ha van valakinek saját esze. De hogyha egy olyan vezetés jön, akinek nem saját esze van, hanem neki diktálják, akkor megint jön ugyanez a mechanizmus, hogy rögtön mindent kiszivattyúznak, mindent felvásárolnak, mindennek megváltozik. Ezek persze kapnak valami alamizsnát, és azzal ők el vannak, de 200 évre eladósítanak, mindentől megfosztanak, lásd a repülőtér, nem tudom mi, egy sereg dologtól, ugye, most alig tudják visszaesni a MOL-t, hanem az energetikai szektornak a többi részeit, és de nagyon érdekes látni ezt a vergődést, hogy véletlenül se keresnek olyan embert oda, aki bármilyen módon is önálló, független, saját stratégiai látásmóddal rendelkező, kizárólag bábként manipulálható embereket, és nem is lépnek ki ebből, mert azt mondják, hogy nekik mindegy, hogy történelmi lépségben, nekik hát mindegy, mikor győznek, 10 év múlva, 5 év, akkor is legyen egy olyan, aki a báb. A régi MSZMP-be Posgai Imre tipikusan, akkor úgy mondtuk nemzeti baloldali. Most is tudnék mondani egy fiatal embert, András a második neve, aki tulajdonképpen, amit ő mond, a tradicionális, régi értelembe véve veretes, baloldali, nemzetérdekű beszéd. De nem nagyon érdeklik azokat mi a francnak. Hát nem rá van szükség, bocs. Önálló. Rá igazándiból ezen az oldalon, amelyik hát egy nagy nemzeti koalícióba szerveződött lényegében, itt van szükség. Végül is ő gyakorol időnként olyan kritikát a kormánnyal szembe, ami ül. De akkor a többi szerint csak pofázik hülyeségeket össze-vissza. Magyar Péter is ennek a körnek az embere lehet? Magyar Péter egy, szerintem egy ilyen elrontott budapesti, belvárosi, Ez az ember, ez egy tradicionális, baloldali, történelmileg is jelentős Szozdán családnak a leszármazottja, akiről beszélek. Direkt nem mondom ki a nevét. De mindenki tudja. Mindenki úgy is tudja. Tehát ő neki van egy de ilyen víziója. Olyan okosan. És mennyire olyan nagy szükség lenne egy ilyen vízióra. Hogy ő összerak, hogy le lehet gondolkodni azon, amit mond, és lehet vele vitatkozni is, de persze, mindenképpen egy tényező, mert ő neki a olyan háttérrel és olyan szívből rakja össze. Itt a szív nem mindegy, ugye, hogy te politikusként olyan szívvel rendelkezel el, aki az ország érdekét védi, az embereket is beleértve, nem csak a gazdaságot, meg a bankokat, vagy pedig mindenképpen egyfajta nyugati majmolással föl akar zárkozni, és a nyugati szívvel a nyugathoz akar tartozni, a nyugati konferencián akar jelenlenni, nyugati megbecsültséget akar. Tehát akinek nem érdekes a saját népének a megbecsülése, hanem a németek, franciák, hollandok, amerikaiak megbecsülésére vágyik, és abban méri magát. Csak és kizárólag. Igen, az nem tud szívből, ugye most messzire mentünk, de mégiscsak úgy függ össze ez a kettő, hogy vajon ezek a háttéremberek ugye hogyan dolgoznak, hogyan marad meg a hatalmuk. Ha nem látszik a nevük, akkor is, és jelen pillanatban a hálózatok által. A hálózatok, persze, ebben egyébként nagyon jelentős a Soros-féle hálózat, ugye, mert most gondoljunk bele, hogy nagyon egyszerűen össze akarjuk rakni a CEU-t is, akkor az úgy néz ki, hogy ők képesek ilyesmi keltetőket létrehozni. Azt jelenti, hogy a világból, az egész világból, tehát Indiától, nem tudom, a Tűzföldig, megtalálják, mert mindenkit látnak így, a opportunista, nagyon okos, nagyon becsvágyó emberek. Törekvő becsvágyó, ez a helyzet. És azokat idehozzák, és elkezdik őket, még tanítják valamire. Az nem lényeges, hogy mire tanítják őket, mert van egyfajta neomarxista indoktrináció ebben. Figyelj ide, focizni nem tudnak, de fociról nagyon tudnak domálni. És van, de még az indoktrináció sem fontos annyira, mert amúgy is már indoktrinálva vannak. A lényege nem ez. Tanulnak, de barátságok köttetnek. Team munka van. Mindenki mindenkit ismer. És utána ezeket hozaspricceltetik. Még egy szempont. A női választóra való rájátszás, hogy abban figyeld meg, kiválasztanak jó arcú, csinos nőszemélyeket. Én úgy szoktam mondani, esze semmi, fogd meg jól alapon, ugye? És azokat betolják
Volt az angol miniszterelnök, ez a Chris Cross, én csak Chris Crossnak hívtam, akkor a jelenlegi észt miniszterelnök azt, hogy Annalena Baerbock, hogy hívták, Marlena, vagy mit tudom én, mi a franc most valami táncosnő valahol, szóval, és akkor betolják, mert ezzel be lehet cumisztatni a női választót, de hogy innen. Régebben a női választókat egyébként milyen érdekes, egy jóképű férfival tudták, ugye, mert azt mondták, hogy ők abba bíznak. De, de most bedomálták nekik, témám, hogy el vannak nyomva. Az én témám, ugye, hogy a férfinő szövetséget olyan mértékig roppantották meg, hogy a nőknek teljesen elidegenedtek a férfitól általában is. Igen, és hogy ők most van egyfajta új hitet tudtak generálni ebből a rendszerben. De azt akartam még elmondani, ugye az előbb volt egy eszmefutatásom, csak belebonyolódtam aztán ebbe a dologba, de miről beszéltem már, volt valami a nőket eddig ugye a férfi... Nem, azelőtt az e-mailével, mert azt be akartam fejezni, hogy hogy működik. Mindegy eszedbe jut, folytasd, ezt a valahat szerintem ez is legalább olyan érdekes, mert ez menő most, menő. Hát kinek jár a legjobban a száj az észt miniszterelnöknek, hogy az oroszokat szét kell verni? Hát észt ország egy porszem, hát ő hát a saját népének a létével ne szórakozzon már a szépséges észt miniszterelnök asszony, hát ne csodálkozzon, ha majd vasvillával egyszer megkergetik, ugye, amikor kiszeretnek belőle. Hát Annalena Baerbock az már miket kap a német parlamentben, azt te ne tudd meg. Én nézem naponta. Hát azt a nőt már bele dörgölték a talajba. Amúgy egyébként egy másik nő személy, szintén csinos, ráadásul leszbikus is. Nem tudom miért. Mert a nőkre szavaznak. Na most az jutott eszembe, hogy úgy csinálják ezt, hogy baráti társágot hoznak létre ebből az opportunista, jól kiképzett, nagyon okos fiatalokból. Nem feltétlen nagyon okos. Elhitetik velük, hogy ők nagyon okosak. De hogy nem, ahogy ők hazamennek Tűzföldtől Japánig bárhová, egyszer csak kapnak véletlenül egy javaslatot, hogy ők már be kéne menni államtitkárnak, utána be kéne menni miniszternek, és utána be kéne menni nem tudom milyen bizottságukba, és ezek már baráti körként, hogy mondjam, csodával határos módon mindegyik haver, akivel ő itt volt, azok mindenhol vezetők lesznek, és egymást föl tudják hívni, egymásra tudnak leveleket írni, egymásra meg tudják beszélni, és egy húron pendülnek ideológiailag is, meg baráti körben is. Ez a hálózatépítésnek a technikája, így lesz az a vezetői kör olyan, hogy nem lép ki ebből az egészből. Hova jutottunk el, Rothschildoktól? Ők mit csináltak? Hálózatot építettek. De ez is ugyanaz. És elkezdtől mondta, hogy a fiúkat London, Párizs, Milánó, Bécs. Nagyon ér. Jaj, ezt még hagyd mondjam, ez nagyon fontos, mert ugye nem tudtuk, hogy az Istenbe lehet németnek a németet rávezetni 1866-ba a porosz-osztrák háború. Hát ez természetellenes, ez azt mondanám pervers dolog. Hát egyszerű volt, 1816-ba Ausztriában megalapítják az Osztrák Nemzeti Bankot, Rothschildék. Csinálnak még egy bankot, Kreditanstalt Bankverein, az is Rothschild. Mellesleg mondom, 1867-ben, amit kiegyezés, amit hát mi oda vagyunk teljesen tőle, megalapítják az általános magyar hitelbankot. Ki a tulajdonos? Rothschild család, Kreditanstalt, 100% Rothschild. Na de, akkor a Rothschild kezéből, korábban a Fuggerek kezéből lettek, eszik a Ferenc József. A Ferenc József hadvezére egy magyar tábornok, nem tudom, tudják-e, egy magyar tábornok volt, majd eszembe jut a neve, aki felhívta a figyelmét Ferenc József, nem kéne a poroszokkal nagyon kekeckedni, mert először is nagyon ki vannak képezve, másodszor hátul töltős putkájuk van, úgy megvernek bennünket, hogy őrület. De nem volt Ferenc Józsefnek esélye, úgyhogy Königrécné állatira ki is kaptak. De azért a Habsburgok szíve, mert ugye mégiscsak német, azért az első világháborúba odosodorra őket, viszont elvesztették, úgy levették a Habsburgokat a színről, hogy őrület. Egy csomó európai monarchia megmaradhatott. A Habsburgokat tilos volt nekik hazamenni. Előbb jöttek a Habsburgok. Habsburg Ottó előbb jöhetett Magyarországra, mint Ausztriába. Azért ezek érdekes kis üzenetek. És kik? Hogy? Ugye, tehát ez én rejtélyes, hogy hoznak aztán állami törvényeket valakik, de hogy milyen hatásra. És az egy nagy kérdés, lehet, hogy ez egy külön műsorban, most már biztos, hogy ebben nem fér bele, nem tudom, mennyi időt telt el, de lassan egy hogy lesz Bécs a
a kommunista, nem tudom, baloldalnak a melegágya ilyen finanszírozás mellett, hogy hogy jön össze ez a nagy tőke, a marxizmus, ne a marxizmusra, mert Bécs mindig is a baloldaliaknak a menedékhelye volt, a baloldali eszmélyiségnek, a, hogy, hogy alakul ez ki? Mert ez egy nagyon érdekes kérdés, és utána hogyan harapózik el egész nyugati világba ez az egész eszmélyiség, amit még a 70-es években, 80-as években Amerikában ugye halálbüntetés járt, hogyha valaki hát rásütötték, hogy kommunista. Kommunista ellen és bizotmány, hogy mi volt ott Amerikában. És ma már ugye nyíltan mindenki kimegy az egyetemeken, és aki nem az... Az... Egyetemen ott nem lehet már rendes dumát lenyomni, ott csak... De hogy, kell... hogy lesz ez, hogyan megy át ez, hogy ez a nagy tőkés finanszírozású kommunizmus, ugye ez egy nagyon érdekes játék. Én szerintem nagyon egyszerűen le lehet ezt fejteni. Tulajdonképpen a kifosztás technológiának egy alváltozata. Hát azért az a volt Szovjetunió, hogy jobban ki lehetett fosztani. Hát a Szovjetunió is kereskedett, Arbat Hammer állandóan ott volt, többek között, meg kereskedelmet folytatott. Ki a kutya ellenőrizte a Szovjetunióból kijövő áruk árszintjét és a bejövő, tehát a terms of trade, ahogy most azt számogatjuk, számolt a Szovjetunió valaki? Senki nem számolta. Senki nem számolta. A Szovjetuniót azért hozták létre, hogy az ellenlábos német harmadik birodalom majd megütközik vele, és két olyan bagást küldünk el a föld színe alá, akinek mind a kettőre ráülünk. Hát ez a németeknél sikerült, vagy hát most már 99%, ahhoz ott még egy kicsit kekeckedik. És én még hozzátenném akkor az én, ugye, mert hogy hogyan lesz ez, hogy a tőkések kezdik ezt finanszírozni. Tehát a városba terelt, a saját önfenntartásától megfosztott tömegek, tehát amikortól már nem tudja a saját ételét előállítani, a saját ruháját, amikor már abszolút ki van szolgáltatva, vagy adnak-e neki pénzt, és abból tud-e élelmet, lesz-e ipar, ami élelmet gyárt neki, tehát abszolút kiszolgáltatott tömegeknek újabb és újabb ilyen vágyat kell keletkeztetni, mert ők érzik a vesztesek, érzik, hogy ők folyamatosan ugye meg vannak alázva, hogy ki vannak termelve, tehát úgy tekintenek ma már az emberekre, mint egy bányára, hogy kitermelik és ott hagyják, tehát nem emberi erőforrás, ami újra termeli önmagát, mert az jó lenne, hogy annyit adjál a birkának, hogy tud nyírni. De most nem, azt mondják, hogy ne adjál a birkának semmit, mert jön helyette másik, és ez a neomarxizmus, ez pontosan arról szól, hogy a marxizmus eredetileg is, hogy te is lehetsz olyan gazdag, ha újraosztjuk ezt, tehát még dolgoz. Tehát az emberek végletes kifosztásának az eszköze ez a harc, ami majd az lesz a végső, majd a következő, és amikor ez elül, ugye egy darabig visszavesznek, mert rájönnek, hogy ez nem jó, és amikor jön egy új nemzedék, akkor azzal megint elhitetik, most éppen az a új neomarxista gondolatment, hogy nem lesz senkinek semmije, de mivel senkinek semmije nem lesz, minden ingyen fog kapni ettől az államtól, tehát az megint nagyon jó, és az embereket újra meg újra, hát 10-20-30 év, már Lenin is ráveszik, hogy többet dolgozzanak. De száz akárhány év, hogy a vicc úgy hangzik, kérdezik Lenin elvtárs, oszt a kommunizmusban lesz majd pénz. Lenin gondolkodik, vakarja kopasz fejét. Hát kérem, lesz akinek lesz akinek nem lesz. Akkor a következő adás témája ez a neomarxizmus lesz, és hogy a hatalmi körök, a pénzügyi körök hogyan viszonyulnak ez a neomarxizmushoz. Ez volt az Imrék klubja Bedő Imrével és Boros Imrével. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük. Minden jó.